A húsboltosok már felkészültek a húsvétra. Nagy Zoltán is többféle sonkával és a tavalyihoz képest minimálisan magasabb árakkal várja a vásárlóit. A némiképp emelkedett húsár köszönhető a magasabb takarmányáraknak, a magasabb előállítási költségeknek. A húsárak némiképp emelkedtek, ez köszönhető a magasabb takarmányáraknak, és nyilván a magasabb előállítási költségeknek. Néhány százalékos emelés volt. Ebben a húsboltban azokat a sonkatermékeket tartják, amelyek évek óta a legjobban beváltak, a vásárlók kedvencei. Azokat a sonkatermékeket tartjuk, amik évek óta a legjobban beváltak, nekünk is a kedvenceink és a vevőknek is. Tehát nálunk a teljes kínálatot tudom ajánlani a kedves vásárlóknak. Ilyen a szív alakú sonka, mely hagyományos eljárással készült, bőrös, comb, csont nélküli sonka. Hagyományos eljárással készült, bőrös, comb, csont nélküli sonka. Ugye nagyon sok kedves vásárló inkább a egybe sertés combot és azt a típusú sonkát ismeri, ez pedig annak a csont nélküli változata. Vannak egész sonkák, kötözött sonkák, comb és lapocka sonkák. Ezek füstölt termékek, van, aki maga főzi meg, ahogy jónak látja, bár időigényesebb, hiszen több órát kell főzni, de ehhez is jó tanácsokkal ellátják az üzletben. Vannak, akik komplett combot vásárolnak, és akkor ő saját maga otthon elkészíti, ahogy jónak látja. Hogyha valaki saját maga akar sonkát készíteni, abba is partnerek vagyunk, jó tanácsokkal is ellátjuk, na de nyilván az egy több hetes folyamat. Sózni, füstölni, szárítani kell. Karcagon a kocsonya is elengedhetetlen kelléke a húsvéti asztalnak. De van kolbász, hurka, birka és marha hús is, mert húsvétkor is sokan oda teszik az ünnepi asztalra ezeket, de aki baromfit szeretne, azt is kap itt. A birka az nagyon fontos egyébként is Karcagon, de húsvétkor annak is kiemelt jelentősége van. Hurka, kolbász, mindennapos dolog. Tehát esznek mindent az emberek, de mint például a kocsonya is, néhány dolog azért kiemelt jelentőséggel bír ilyenkor. Húsvét után még a sonkára jó egy hónapig van kereslet, addig kapható lesz az üzletben.